utca seprőse lesz. Majd úgy végzed, mint a... Most pont eszembe jutott a Vissza a jövőbe, amikor találkozik egy ott a rácsoságyban azzal a későbbi nagybátyjával, aki majd börtönbe fogja végezni. Erre emlékszünk, nem? Na mindjárt. Az egy nagyon aranyos ötlet. Tehát, hogy már a rácsoságban lehet tudni, hogy na majd te ugyanilyen rácsok között fogod végezni. Tehát, hogyha folyton ilyeneket súlykolunk a gyerekre, valahogy én úgy látom, hogy akkor azokból lesznek azok, akik visszahúzódóak, akik, vagy nem tudom, nem mernek nyitni, vagy valahogy úgy nem. Hát lehet, hogy aztán találkoznak egy olyan feleséggel, vagy férjel, vagy valakivel, aki meglátja bennük azt, hogy van mit szeretni esetleg. De azzal nehezebb elhitetni. Nem? Tehát, na jó. Szóval, hogy sokféleképpen alakulhatott volna ennek a bácsinak is a sorsa, erre gondoltunk. De azért, ha valakinek még mondandója van. Igen? Csak azért teszem, hogy gyakorló szülőként nagyon érdekes, hogy éljük a életünket, viselkedünk a gyerekeink, ahogy viselkedünk, és néha egészen meglepő, hogy mit kap fel a gyerek. Tehát ahogy amit utánozni fog? Felnőttként elmennek az emberek a pszichológushoz, hogy lehet otthon mit kaptam, vagy mit nem kaptam meg. És egészen elképesztő, hogy dicsérhetem én egyszer, kétszer, ötször, de egyszer mondok egy valamit, amit nem is gondoltam úgy, vagy teljesen más. Azt ő megmagadja, fölkapja és viszi magával. És máshogy értünk. Igen. Tehát nem csak azt számít, hogy én mit adok, hanem ő mit akar fölvenni. Na de mégis valamilyen kínálatból veszi azt, ami neki rosszul esik, ami neki fáj, ami neki felnagyítódik. Lehet, hogy irreális mértékben lett füle arra, hogy most valami kritikát kapott. Lehet. De mégiscsak valahogy elhangzott. Buta vagy, ügyetlen vagy, hülye vagy. Értékét veszti. Tehát lehet, hogy sok pozitív értékelés mellett gondoljuk, fölértékelődik az egy negatív. Ja, mert hogy nem szokott kapni kritikát. Igen. És utána majd munkát ad a pszichológusnak, mert abba fog belebetegedni. Hiába tolom bele a pozitívat. Akkor erre mi a kiút, kérdezem én, azon kívül, hogy vigyázzunk, hogy mit mondunk. De ugye nem lehet úgy élni, ez itt teljesen így van, éljük az életünket. Tehát úgy nem lehet se gyereket nevelni, se a hétköznapi életünket élni, hogy állandóan egy ilyen önellenőrzésben legyek, hogy nehogy kicsúszson a számon valami olyan, amit majd 35 év múlva az én gyerekem kiborulva a pszichológusánál el fog mondani, hogy mertem ilyet mondani neki. Tehát aki így éli az életét, akkor annak meg azt fogja mondani a gyereke jogosan, hogy egy őszinte pillanata nem volt. Nem? Hát örökké azt látja, hogy összerántja valami olyan idegesség, hogy most mit szabad neki, mert ő az apám vagy az anyám, hát hadd mondja már, mit akar. Nem? Na de, akkor mit lehet tenni? Például, ugye, hogyha nem lennénk ma ilyen, nem tudom, milyen állapotban, ilyen láthatatlan állapotban, akkor még azt is meg lenném kérdezni, hogy van-e, aki el tudná mondani, hogy van-e olyan mondat tényleg az életünkben, van-e, aki szeretne valamit erről mondani, ami így belén kivódik, mint amit nem kellett volna kapnom. Mindent elrott, azt mondták. Például. Ezt mondták neked? Igen. De hát silányjátékok voltak. MDK. Negyed. Na, ezt hogy tudom megúszni? Tehát hogy kell volna annak az anyának, aki tényleg azt játsza, hogy a gyerek lentkerekes autózik, na,
Előbb 4 kereke volt, most 2. Mindent elront az kislányom. Na, akkor mit kellett volna neki mondani? Hát annyira nem voltam fölt gyerek, hogy mondtam. Te most nem már... Most, hogy kislányjátékokat, olcsókat. De... Hát, na de, ha ezt mondja, hogy kislányom, kerék nélkül is játszhatjuk azt, hogy autó, de nem fogom rád. Tehát, hogyha nem azt mondom, hogy te vagy, aki mindent elront, hanem azt mondom, hogy ezek a gyárak itt a Varsói Szerződés államaiban, vagy valami, tehát ha társszerű vagyok, és nem vetítem rá a gyerekre, mint jellemhibát. Ez tök jó példa volt, köszönöm szépen. Mert hogy mindent elvagsz. Na de elhagytál, vagy nem? Elhagyom. De ha elhagytál, de miért? Nem. Ha csak el nem lopják azt a nagyon szép tollat. Én csak úgy vesztettem el, hogy azt ellopták. És azt én meg pont kölcsön kaptam, és kölcsön könyörögtem. Egy ilyen rúzsformájú, hát oda vagy, minden tollér oda vagyok, de az egy ilyen, úgy néz ki, mint egy rúzs, hát, és akkor toll, úristen, 2 funkció. Atya úristen, 8 éves korunkban. Hát az nagy kék volt a szem. Sőt, kék volt a szem, csak hogy kék. Ja, nem használtam ki arra, igen. Egyenes út vezetett a pszichológia. És sose voltam irigy gyerek, de azt mai napig emlékszem, hogy volt egy miniszter gyerek az osztályunkban. Miniszter, nem mondom a nevét, de mindegy, egy miniszternek a gyereke. És képzeld el, hogy 4 színű tollal jött haza, hogy Bécsből az apukája. 4, mikor nekünk még egy színű is volt. Tudod, az amikor 4. Úristen. Igen. Jaj, elhívesztő volt. És csak nyomtad is, vagy zöld volt, vagy piros. Hihetetlen volt. És a társadalmi igazságtalanságot éreztem, igen. Viszont bocsánat, most visszatérve igen? Az előzőhöz, hogyha ha mindig másra fogjuk, hogy nem a gyerek a rossz, hanem tegyük fel, a játékok voltak silányok, és a gyerekbe csak ezt hagyjuk. És akkor felnőtt korában ismerek olyan embert is, aki elmegy a munkahelyre, és nem állja meg sehol a helyét. Mert a felelősséget mindig átolja. De tolja a felelősséget. Na most, akkor mi erre a megoldás? Mert van neki. Vajon? Hogy? Nem az a hiba. Már a székek is rosszak. A következő csak annyi, hogy a gyereket, és ha mondjuk főnök valaki, akkor a beosztottakat, annyi az egész, hogy nem a személyét minősítem, hanem pont a cselekedetét. Ennyi az egész. Tehát, hogyha én azt mondom neki, hogy te olyan ügyetlen vagy, nem vagy képes játszani egy olyan játékkal se, amelyik majd egészben marad, akkor én őt minősítettem. De az a vicces az egészben, hogy még dicsérni se szabad ilyen módon. Hogy mert te olyan angyal vagy. Ezt a gyerek úgy fordítja le, hogy velem valami baj van. Ha azt mondom neki, hogy de jól esik, hogy összetakarítottad ezt a morzsát itt, és nekem már nem kell, akkor a gyerek úgy fordítja le magába, hogy jaj, büszke vagyok, mert anyukámnak segítette. Tehát akkor én a produkcióját, vagy a cselekedetét, a teljesítményét minősítettem jól vagy rosszul, és nem a jellemét. Na hát persze, ez sem biztos, hogy mindig ott vagyunk késznél, hogy mit kéne. Na jó, megyünk tovább. Pedagógusok a színre. Oké? Most egy egészen új, egészen új történet következik, iskolában vagyunk. Mindjárt becsülhet a talán. Ezt mindenki ismeri, ugye? Mi ez?
telefon? Mobil. Na, mobiltelefon. Nagyon jó, nem szabad lefogni a kis kedves osztálytársnőnket, hogyha azt mondja, hogy mobil. Örülünk el, hogy mobiltelefon. Na. Mit csinálunk a mobiltelefonnal? Mi a haszna a mobiltelefon? Telefonálok, hogy bátran lehet, hát bátran lehet. Hol? Na jó. Kiket hívunk fel mobiltelefonon? Tessék. Akinek tudjuk a számát. Tessék? Bárkit felhívhatunk a mobiltelefonon? Hát igen. Akinek tudjuk a számát. Akinek tudjuk a számát. Ez ki volt? Ott, ott. Az nagyon jó, igen. Akkor az jó, jó, mert ilyen női hangot hallottam, mert egy férfi látom. Én is mondtam, hogy oké. Tehát a... Tudjuk a számot. Na jó. Elnézést. Nem tudtam, én arra néztem a Oscar díj kiosztót. Tehát a következő. Mire használjuk, ugye? Volt már olyan, hogy baleset ért valakit, és fölhívott valakit, hogy jöjjön ki a mentő? Volt ilyen önök? De köztetek? Hm? Volt ilyen köztetek? Anyukátok vagy apukátok telefonált valakinek? Volt ilyen? Volt. És akkor mi volt? Ezt el tudod mondani? Hm? Egy részeg anya lepisílt a kisfiát? Nem is igaz. Tanulságos történet. És akkor telefonáltak a... Én tudok igaz történetet. Tehát nagyon fontos a telefon, ugye? Ugye? Hogyan használjuk helyesen a telefont? Bemegyünk étterembe, használjuk a telefon. Gyereke, használjuk a telefon. Kamosszuk. Használjuk a telefon, vagy nem használjuk a telefon? Jelent? Senki nem jelentkezik? Hát megőrülök. Hát valaki jelentkezzen már. A fontosat. Így van. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Ma már több jó megszólalás. De mi ugyanazt akartam mondani? Mondjuk, moziban használjuk a telefon. Szokták a bunkók használni a telefont? Szeretnénk őket leönteni a kólánkkal, vagy a szomszéd popcornjával? Igen. Szeretnénk megfojtani? Szeretnénk áthúzni a szék soron fejjel lefelé? Ha éppen nem lenne kopasz? Ugye? Nem lenne két méteres? Meg tudnánk verni? Gondolatban nem megyünk oda, hogy ide figyelj, haver, ide pif! Ehelyett mit csinálunk ugye legtöbbször? Szerintem igen. Ülünk. Ugye? Ülünk. Van valakinek ilyen mozis példája? Szerintem igaza van a hibásnak. Uh-huh. Senkinek nincs mozis példája. Én voltam a anyukám. Hát valaki nem volt az anyukájával valahol. Moziba. A múzeumban megszólalt. Feri bácsi. Telefon. Szóval nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy úristen, hát voltam múzeumban és megszólalt, egy telefon is fölvette. Nem voltak, hogy mit tudom én, egy koncerten, ahol mondjuk a hegedű művésznek megszólalt a telefonja? Hm? Nem volt olyan? Nem volt. Mindent úgy kell kihúzni belőle. Feri bácsi megkérdezi, hogy kik a hiányzók az osztályban. Gyerekek, megemésztettétek a tegnapi mobiltelefonos óránkat? Igen? Kik a hiányzók? Rozi hiányzik. Rozi? Ki az a Rozi? Ez melyik az? Tessék? Nem hallok, ne arra. Szóval van itt egy Rozi is. De hát én hát vagyok, aki fel. Mindig jelentkezik. Nem tűnt mondta fel. Mondta Rozi, de akkor éppen láthatatlan volt.
De miért nem ez észre akkor se jelentkezem, meg akkor se ott se vagyok. Ma a mikrosütőkről fogunk beszélni. Miért kell a mikrosütő? Tessék. Mi a funkciója? Valaki el tudja mondani? Kívánjad, hogy észrevegyem a fejvárosi! Behoztam nektek ide egy ágyat. Megmutatni, mert az egész lakást át fogjuk majd venni. De először kezdjük a konyhával, a mikrosütővel. Szóval, mire használjuk a mikrosütőt, gyerekek? Nagyon fáj a torkom. Mit tudom én, lehet orvosnál is akár. Lehetnénk mondjuk otthon betegen, feketnénk az ágyon. És úgy döntött Rozika, hogy most pedig bosszút fog állni láthatatlanul. Na? Kinek van otthon kalitkája? Kalitka. Madarakat tartunk benne, kis állatokat. Néha egy embert. Ez vicc volt. Gyerekek, ezt hallottátok ti is? Gyerekek, ti is látjátok, hogy mozog ez a szekrény? Egy alma. Gyerekek, láttátok, hogy az alma belerepült a kezembe? Mit gondoltok a paranormális jelenségekről? Szerintetek attól még normális lett a tanár bácsi, hogy hall ilyeneket, olyanokat, meg mozgásokat? Tanár bácsi nem normális. Egy banán. Akkor ma a zöldségekkel.